az a legmegalázóbb, hogy téged ki lehet fejezni pénzben, hogy 5900 forint, vagy ez nagyon szomorú dolog, már ne haragudjál, hogy 5900 forint egy ilyen nyúl, egy ilyen, és közben így mozog, így. Hát ez nagyon-nagyon szomorú dolog. Hát téged nem szabadna pénzbe kifejezni, hát annyira aranyos vagy. Hát megfizethetetlen vagy te. Önöknél szokás-e a húsvétot megünnepelni? Igen. Igen. Locsolsz például? Igen. Beviszek Kölnit. Hova? Suliba viszel Kölnit? Igen. És mi a szándékod? Az összes lányt meglocsolod, vagy csak egy-kettőt? Az összeset. Annál több tojást kapok. Reggel felkelünk, és hát megterítünk, jönnek a locsolók. Sokan járnak hozzátok locsolni? Igen. Csöngettek és nyitogatjátok az ajtót? Igen, tavaly 21-en jöttek. Még sem voltak? Igen. Azt a mindenét. Akkor te nagyon népszerű vagy. This is a song that came up for me one night when the news it had been telling me better one more war and one more fight and why I sighed but then I thought about my friends then I wrote this declaration just in case the world ends. Well guns, we shot them in the things we said. Pasik jönnek el locsolni, stb. Nagyon szeretem, de jönnek, igen, előfordul. És szóval, ismerősök vagy vadidegenek? Hát ha idegenek jönnek, azt nem szeretem, amúgy igen, vidéki vagyok egyébként, meg szintúgy az Adri is. És hát ott előfordul, hogy olyanok is jönnek, akik például pénzt kérnek, meg hasonló dolgok, és mondjuk ezt nem szeretem. Azt szeretem, hogyha a barátok eljönnek. Amikor locsolni szoktál menni, akkor mit szoktál kapni? Vagy pénzt. Ez az. Vagy tojást. És? Csoki tojást, vagy főtt tojást. És minek örülsz a legjobb, a melyik ajándéknak? A pénznek. Régen kis tálkába tettünk 100 forintosokat, ugye kisebbeknek. Ezt meg lehetett tenni? Nem, hanem úgy, aki szép verset mond, az mindig elvehette. Hát az teljesen jó. És nem volt olyan, aki egy picit, hogy is mondjam, kapzsibb volt, és két kézzel látott hozzá a százasokat? Nem, az érdemesek voltak, szóval nem kell félteni őket. Szoktak-e verset mondani neked például? Igen. Na, emlékszel valamelyikre? Akkor mondd el. Zöld a mohal, zöld a párfány, meglocsolok, házi sárkány. És tudod-e, mit jelent az, hogy házi sárkány? A férfiak miért szokták ezt mondani, hogy sárkány? Szerintem azért, mert hogy mindig otthon vagyunk és főzünk. És a sárkányok otthon vannak és főznek? Megkiabálósak vagyunk. Ez az! És ott olyan húsvét ünnepetek, amire szívesen emlékeztek? Én kaptam egy nagyon szép ruhát, ilyen 6 éves lettem. Igen, és gyönyörű ruhát kaptam, és úgy vártam a locsolókat, és mindenkinek mutogattam a ruhákat, és senkit nem érdekelte, csak az, hogy mit kapnak. Az én osztálytársaim közül is mindig azt mesélik, hogy mennyi pénzt kerestek húsvét komolyától, meg mindenkitől. De meg úgy ismerősök mennek egymáshoz. A te korosztályod? Igen. A te korosztályod elmegy pénzért locsolni? Igen. Azt a mindenét. Hát mert ezt mondjuk, hogyha egy olyan 6-7 éves gyerek csinálja, azt mondom, hogy oké, de azért ez érdekes. Tehát így mennek, és akkor hát a te korosztályod azért nem 20-30 forintosokért megy szerintem. Hát nem igazán, tehát. Na, mennyit, mondjuk mennyit illik ma adni így egy ilyen alkalommal szerinted? Fú, hát egy 2000-est.
alkalom. Van húsvéti tojás? Nekem nincs húsvéti tojás. Nincs. És húsvéti krumpli? Az van. Az van. És húsvéti retek? Az is? Húsvéti hagyma? Igen? Kifejezetten húsvéti zöldséget keresek. Nincs olyan, amire rá van írva, vagy ilyesmi? Én örülnék neki, ha megkóstolnád a húsvéti répánkat. Tudod, hát a húsvéti nyuszi biztos. Igen. Húsvéti répán szeret. Igen. Te szereted a répát? Imádom. Hajlandó vagy elfogyasztani belőle egy-kettőt, úgyhogy mérjük az időt? Nem egy-kettőt, egy kilót is, mert a nyers a répa, imádom. Akkor viszont megkóstolhatod. Hát. Ez kérlek szépen húsvéti. Jó, azért hagyjál nekünk. Jó. Még kell másnak is adni. Így szokták a nyulát? Hát ez hamar.